két mérkőzés, egy idegenbeli döntetlen és egy hazai győzelem. Ez a Kisvárda megbízott vezetőedzőjének, Erős Gábornak eddigi mérlege. Bemutatkozása alkalmával 1-1-es döntetlent játszott Gyirmóton a Várda, majd hazai pályán az MTK-t múlta felül 5-0-ra csapata. A szakember számára nem ismeretlen a várdai öltöző, hiszen éveken keresztül játékosként, majd a szakmai stáb tagjaként igyekezett mindent megtenni a piros-fehérek sikeréért. Maradt ugyanaz az a viszony, közvetlen, de soha nem volt probléma a tisztelettel, tehát kölcsönösen megvolt ez a játékosok és közöttem, talán ebben részben segít a futballmúlt is. Úgyhogy én próbálom tényleg megtartani azt a megfelelő távolságot, hogy nem engedem azért túl közel, eddig sem engedtem őket túl közel magamhoz, most sem engedem túl közel magamhoz őket, de azért távol sem, tehát hirtelen azért azt nem szeretném, hogy húha, most nem tudom én milyen vezetőedző lettem, és akkor már még csak kommunikálni se. Megtartjuk ugyanezt ezt a megfelelő távolságot, mint ahogy említettem, tényleg a kölcsönös tisztelet, és nagyon becsületesen, fegyelmezetten dolgoznak, úgyhogy én csak a legjobbakat tudom róluk mondani, meg a kapcsolatunkról is, azt hiszem. Az NB1-es tabella élén a 31 pontos Ferencváros áll, megelőzve az egy meccsel többet játszó 27 pontos Kisvárdát. A szintén 14 meccses Mol Fehérvár FC eddig 23 pontot gyűjtött. Nagyon kemény mérkőzésre számítok, de nem csak azért, mert a Mol Fehérvár az ellenfél. Sokszor említettem már, hogy ebben a 12 csapatos bajnokságban nincsen olyan, hogy könnyű ellenfél van, vagy egy könnyű meccs. Még akkor is, hogy például most az MTK ellen tényleg sikerült egy nagy arányú győzelmet aratni, de ennek is azért megvoltak, hogy 10 emberrel játszottak, tehát olyan iszonyatosan nagy következtetés ebből nem kell levonni. Készülünk becsületesen a Fehérvárból is, tudjuk azt, hogy egy jó csapatról van szó. Én, amit látok bennük, inkább az egyéni képességekben erősek ők, tehát tényleg sok jó játékos alkotja a csapatot. Ettől függetlenül meg úgy gondolom, hogy a mi csapatunk az nem csak sok jó játékosból áll, hanem egy igazi csapatot alkot. Úgyhogy én továbbra is nagyon bizakodóan várom ezt a mérkőzést, és azt gondolom, hogy hazai pályán igencsak van esélyünk a Fehérvár ellen. A Kisvárda-Molfehérvár mérkőzés vasárnap 13:30-kor kezdődik a Várkerti Stadionban. A forduló további párosítása a következő: Paks Budapest Honvéd, Gyirmót Mezőkövesd, Ferencváros Puskás Akadémia, Zalaegerszeg DVSC és MTK Budapest Újpest.